Már öt magyar sportlövő szerzett olimpiai kvótát Rióra közülük ketten következnek most. Csonka Zsófi, a pisztős EB győzelme ugyanúgy Riói részvételt ér, mint Péni István légpuskás helye, kilencedik helye a Gabolai világkupán. Velük beszélgetünk. Hát a sikerekről meg a hogyan továbbról. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó Tehát két, két Riói részvevővel beszélgetünk. És hát a Zsófi, kezdjük veled hát EB aranyat nyerni egy nagyon nehéz ilyen válműtés időszak után, az lehet mondani egy életed eredménye vagy sikere? Ö, nem kellett műteni a vállamat, viszont egy, majdnem egy teljes éves kihagyás volt az olimpia után. Ö, életem sikere, nem tudom, sok szép eredmény van, hála Istennek, a, a memóriámban memóriám amire szívesen emlékszem. Az biztos, hogy, hogy, ebben a szakaszban, vagy inkább azt mondom, hogy a Londoni Olimpiát követően ez a legmeghatározóbb eredmény, amit, amit elértem, és hát természetesen egy Európa bajnoki cím az egy, az egy örök titulus, amire az ember szívesen emlékszik, úgyhogy fontos. Nagyon sok kín volt ebben? újra építeni magadat, sok fájdalom, nehézség, meg hát rehabilitáció? Így van, így van, így van. tehát ez egy, ez egy elég, zötyögős kihagyás utáni felépülés volt, igen. Na most, mi e, itt ugrálunk Elbéről, mert erre a világkupára, de természetesen ezen az eb te is ott voltál, meg versenyeztél e, juniorok között. Összességében ez az eb neked fontos volt? Milyen, milyen volt? Ennek az EB az azért volt fontos, hogy a juniorban tudjak döntözni, és hogy mm. legyen érvem, Ugye ott úgy döntöttünk az edzemek, is, hogy rossz hogy inkább a juniorok között indulunk, és nem fejlődve megyünk a kóter, mert hogy arra még lesz lehetőség ugye a világkupán és meg az európai. Ez összságon. a taktikátok bejött úgy. Igen, bejött. Uh, viszont juniorban ugye sikerült egy bronzérmet szerezni, ami szintén csak siker volt, meg az, hogy összetett be ott a holt versenyben az első helyről tudtam döntözni, Az egy másik siker volt, ugye, hogy tényleg ott a junior mezőnyt azt öt körre ott hagytuk a ketten az első helyről. Na most Zsófi, azt lehet hát nem tudom, lövészetben ez egy érdekes, hogy kit nevezhetünk veteránnak. <laughs> nem az első olimpiád lesz. <laughs> igen, igen. Hát az bizony a különbség kettőnk között, hogy az, az olimpiák számával az életkor is nő. Uh, hát ez a negyedik olimpiám lesz. Hát ez az, igen. Uh, igen. Erre a barátaim azt mondják, hogy fiatal vagy, még csak korán kezdted. Úgyhogy a, a vet, bár a is ezzel fogadott, amikor, amikor meglettek volt, hogy na, üdv a veteránklubban. Ugye neki az ötödik olimpiája lesz? Igen, hát tényleg múlnak az évek. A lövészet lehet még nyolc is, nem? Ö, Jasna Szekarics, aki a, a Világszövetség által az évfordulón a leglegjobb legjobb lövészének lett kikiáltva, ő most sorozatban a nyolcadik olimpiájára készül, és ez, ez, ha jól tudom, akkor akkor rekord lesz. Uh -huh. Na hát a, Úgyhogy ott, hogy ez a nyolcas szms Na most ezt az EB győzelmet, hogy olvastam, januárban előtt, nagypapádnak ajánlottad, ő egy szakértő szurkolód volt? Nem, nem, nem szakértő volt, csak szurkolóm, ugyanúgy, volt. ahogy, ahogy hmm. a családom többi tagja, és ez egy, ez egy nagyon fontos pillanat volt nekem, hogy, hogy az egész nap igazából egy ilyen varázslatos Ez egy ilyen nap égi volt. el volt, nem? Abszolút, abszolút. Ő abszolút. figyelt éged, igen, és igen, ez téged igen, igen. megnyugtatott? Igen, abszolút. Mert hogy utána nem lehetett kibillenteni abban a hármas fináléban, meg utána a szétlövésnél se. Igen. Um, amikor ugye megint nagy kérdés volt még a hármasnál, hogy, hogy meg lesz-e a kvóta, mert ugye két kvótát osztottak, igaz? Igen, mondjuk én nem láttam a monitor, tehát uh -huh. én nem tudtam, pont úgy helyezték el, hogy nem lehetett lepillantani, legalábbis részemről, csak úgy, hogyha kimozdultam volna valamelyik irányba, nem bántam hozzáteszem. Viszont amikor már túl voltunk az első részén a döntőnek, akkor úgy voltam vele, hogy na most már innen én nem állok meg, tehát most már itt akármi is lesz. Tehát akkor az még inkább megnyugtatott, mert akkor azt már tudtad. Én a csak a szétlövést után. hallottam ugye, amikor bemondták a nevemet, mondjuk annyi előnyöm volt, hogy már volt részem olyan döntőben, ahol az alap döntő részt követően három szétlövés volt, mire eldölt, hogy ki megy melyik meccsért. Úgyhogy én nekem volt még egy plusztáram, a többiek ilyen szempontból hátrányban voltak, ők, ők akkor kezdtek el hirtelen tárazni, hozzáteszem, nem hagytak rá sok időt, tehát ez egy elég pörgős döntő volt. Úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy végül én nyertem ezt a, ezt a szétlövést, de mindenképpen az volt a cél, hogy, hogy az a nagy meccsért mehessek, hiszen az biztos érmet és biztos kvótát jelent. Uh, Rio elérése a fontosabb, vagy, vagy az EB arany? Tehát, hogy milyen színű az érem? Csak az érem érdekelt. Nagyon, az nagyon, 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 nagyon erősen az érem. Hozzáteszem azért így a, a teljes boldogság, tehát hogy, hogy az érem kvótát is jelent a mi versenyszámunkban, női pisztolyban. Sajnos nagyon sokan elhúltak, mondhatom így, világbajnoki, világbajnokok, érmesek, olimpiai érmesek, akiknek nem lett meg a kvótájuk, és már nem is lehet meg. Úgyhogy mondjuk idén szereztek két aranyérmet, tehát az egyik uh, szerb uh, lövészbarátnőm, ő például így lemaradt az olimpiáról. Úgyhogy, úgyhogy járhattam mm. volna, én is rosszul de azért ez, ez így, így tökéletes boldogság a kettő együtt. Na István, nézzük azt, hogy például nálad mennyire bonyolult ez a kvóta téma, mert ez sportánként és meg műfajonként is nagyon más tud lenni. Neked ezen a, az, ezen a verseny ezen a világkupán úgy sikerült, egy kilencedik helyel, nem kerültél a nyolcba, de ugye ott hatnak már megvolt, és akkor ott még osztottak volt, tehát ez, ez, így sikerülhetett. De ti valami, ezek szerint, valami az LB után valami ilyesmire játszottatok? Hát igen, ugye a 10 méteres légpuskás számban minden egyes világkupán három darab kótát osztottak, akkor én rögtön úgy kezdtem az első világkupánat, hogy 9 lettem a Csángomban, ott előttem vitték el a kótát, ott is már a döntősöknek a világbajnokságról már nagy részének megvolt, tehát hogyha valószínűleg ott, hogyha bejutok a döntőbe, akkor, akkor nekem az ott meg, meg lett volna mm. a kóta, majd utána jött másik két világkupa, ahol szintén nagyon jól sikerült, ott egy körön volt a döntő. Utána jött az Európai Játékokon, megint csak 9 lettem, ott egy tizeddel maradtam le a döntőre, és tényleg Lényegében a... végig hajszálom múlott Végig úta. ott voltam, mindig az volt, hogy a, akiknek már kótások voltak, azok egyszer első helyen végeztek, utána azzal megszerezték a kótát, majd utána lettek 30 40 -ek. Én mindig ott voltam a tűzközelben, de sose sikerült a kóta. És akkor most is, amikor kiálltam, úgy nézett ki, hogy valószínűleg azt gondoltam, hogy ez az eredménye megint csak, hogy biztosan döntős leszek, mert ez eddig mindig elég lett volna a döntőre. Most, amikor kiálltam, akkor az első sorozatban a harmadik voltam, és három sorozat volt, tehát így nem volt biztos ez, hogy döntőbe jutok. És akkor végig azzal telt, hogy ott izgultam, de most, most megbeszéltük az edzőmmel, és hogyha most kilencedik leszek, és meg lesz a akkor ezt így aláírom, és akkor nem kell tovább akkor kollégám nyugodtan tudok utána pihenni. majd utána az összetett versenyből tizedik lettem, szintén egy körre maradtam a döntőről, úgyhogy ez, ez az év, ez az év ez nem jött össze így döntő szempontjából, meg érem szempontjából, mert ugye, hogyha valaki döntőből akkor utána az érem, az már könnyen ott lehet. Na de kvóta szempontjából összejött, vagyis Igen. Az a, És ez ezek az apró a szerencsétlenségek végül is szerencsébe fordultak Igen. A, a végére. Na most kvóták a zsebben, innentől mi a tétje számotokra a Rioig lévő időszaknak, ezért ebbe, van még ugye Magyarországi is. Kvóták a zsebben, én, én, azért ezt úgy mondanám, hogy az országnak szereztük a kvótát mindannyian, ahogy gondolom, mindketten azért abban bízunk, hogy ezt, ezzel mi is fogunk utazni, ezért, ezért dolgozom, és szerintem ezt mindkettőnk nevében is mondhatom, hogy ezért dolgozunk, hogy akik megszereztük, vihessük is a kvótát. És nagyon drukkolunk a, 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 csapat többi tagjának, akiknek még van visszalévő verseny, ugye idén még lesz egy korongvilágbajnokság, és jövőre pedig egy győri EB, amire, amire az egész magyar lövésztársadalom nagy szeretettel készül, és ö, egy kis izgalommal is, mert reméljük, hogy az ott kiosztandó kóták között lesznek még magyar kóták. Na és mennyi lesz a vége, mire tippeltek, vagy mit szeretnétek, mekkora lesz ez a sportlövő csapat? Ugye, ahogy ezt az elején mondtuk, eddig veletek együtt öten vagytok, meddig lehet hízlalni még a létszámot, mondjuk, hogyha csak Bognár Iárdra gondolunk, meg sorolhatnánk a neveket, szóval mi lenne itt a, igen, még négy kótára. Még a, négy kótára, de hogy kilenc, kilenc tagú. Szeretnénk, ugye az annak nagyon örülnénk, azt tényleg az nagyon teljesen lenne, de szerintem még kettő az, az teljesen mértékben benne van a pakliban. Egyet Aha. értek. Bár én azt mondanám, Hét ha már lövészek között. vagyunk, hm? akkor, akkor mondjuk azt, hogy tíz. Legyen tíz kótánk, tehát akkor még öt, úgyhogy többieknek bele kell húzni, de mi drukkolunk. Na és akkor ennél, ennél már csak mondjam, ha több nem is, de ennyi érem is legyen, majd ennyire lesz. Ugye itt közeledünk a kódaszerzésnek a végéhez, tehát egyre könnyebb megszerezni a kódát, és ezért volt úgy tényleg, hogy a Ricsi is, meg a Solar Andrus is, ugye ők is kóta közeli helyen voltak, és most nekik itt lesz a világbajnokság Lonátóban, ott még adnak egy jó pár kódát, és akkor nekik így most már könnyebb lesz megszerezni. No, hát mindenesetre gratulálunk, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.